jelenlévők közül, az akció maga önmaga helyet beszél, és még aznap befalasztották a kápolnát. Tulajdonképpen ez nem csak a Balaton-Boglári kápolnatállatnak a megszüntetése volt, hanem a magyar avantgard szétesése, a teljes szétesése. Atomizálódott a társaság. Már a progressziók és az ipartervesek se tudtak, nem is akartak közös akciókat szervezni. Ez a fajta megosztás, amit az előbb elmondtam, rányomta a bélyegét az egészre. Sokan voltak olyanok, közöttük Hence Tamás is, aki látványosan képet égetett, vagy hasonlóképpen, mint ahogy mi tettük azzal a hármassal, hogy leszámolunk a képzőművészeti tevékenységünkkel, szóval jó néhányan így határoztak. Hence természetesen később elkezdett festeni, Csutoros Sanyi is később készített szobrokat. Ezek a szobrok egészen mások voltak, mint amiket előtte én csinált már. Én magam egyetlen egy kísérlet után teljesen lemondtam arról, hogy képzőművészettel foglalkozzam, hogy azt töltse ki az életemet. Most ez nem egyszerű lemondás volt, mert majdnem az életem ment rá a szónak legteljesebb értelmében. Egy évig én olyan beteg voltam, hogy azt éreztem, hogy naponta van legalább két vagy három szívrohamom, ami természetesen pseudo szívroham volt, nem valóságos szívroham. De ebből valóságos szívroham lehetett volna, hogy én életemről mondtam le. Megbotránkoztatott engem a jobb kezem, és elhatároztam, hogy levágom a jobb kezemet. Megbotránkoztatott a jobb szemem, és elhatároztam, hogy kiszorom a jobb szememet. És én ezt megtettem. Most ezt büntetetlenül nem lehet megcsinálni. Ez az elhatározás, ez teljes egészében, egész mikromindenségemben megrázott. A feleségem arcán láttam visszatükrözni a iszonyatot, ahogy látta az én pusztulásomat napról napra, meg az, hogy semmi ez nem nyúlok hozzá. Ugye az ember, aki életét egyetlen égésbe, örök cselekvésbe tölti. Az ember ül, maga elé néz, és nem csinál semmit. Legfél fogja a lányának a kezét, és kimegy vele a Gellért hegyre egyet sétálni. De lányom csak akart velem menni, hát élő hullával járkált volna. Ugye, az egyéves betegségem utolsó fázisában, akkor én ebből a súlyból, ami úgy átlag 59 kiló, ebből 15 kilót leadtam, egyszerre nem fogadta a szervezetem, nem csak az ételt nem fogadta, hanem az italt se fogadta. Tehát megittam egy korgy vizet, ez rögtön ment ki belőlem. Szóval abban a minutumban szinte ugyanígy voltam az étellel is. Már reggel halálfélelemre, illetve pusztulástól való félelemre ébredtem. Hasonlatos volt ez a börtönben, a magánzárkában átélte. Az jött vissza újra, csak még veszettebb módon, mert ha... Mezei Otto művészettörténész barátom, aki a kápolnatállat szervezésében a népi irányzatot, a progresszívet képviselte, nem segíti és nem keríti elő a Talpig ember pécsi doktornőt, akkor én bizonyosan meghalok. Ez a legtökéletesebb, ezt merem mondani, legtökéletesebb képlete a mindenkor érvényes, soha mással föl nem cserélhető téridőrendszernek. És ez is a gyerekbe alakódott. Azt jegyezzük meg egyelőre, hogy egyik átló mentén két közel egyforma jel van, a másik átló mentén meg ettől eltérő két jel, ez a kőkor végétől jelen van az ember műveltségében, és a kőkor végétől alkalom arra, hogy az ember tudja,
hogy mi az az egyetlen egy ige szerkezet, ami a határtalan másságnak alapszerkezete. A világ azért tud összetartozni, mert minden létezőjének egyetlen egy szerkezete van. Istennek ez az ereje, hogy erre az egyetlen egy szerkezetre határtalan másságot tud teremteni és működtetni. Még akkor a kápolnatállat éjszakákon én nagyon sokat töprenkedtem, és beszélgettünk is erről, hogy nagyon becsaptak bennünket. Szóval egyszerűen az, ami az ember barlangi környezetében jelen van, az magas fokú intellektualitása, úgy tetszik. Annak semmi köze nincs a prélogikushoz, a primitívhez, az magas fokú műveltség és művészet is, ha úgy tetszik egyben. És akkor fordultam én a barlang művészet felé, mert rém lett nekem középiskolai tanulmányaimból, hogy a barlangi környezetben nem csak jól megformált állatok vannak, bölények vannak, meg néhány ember alak, hanem ott mindenféle krikszraksz is található. És döbbenten tapasztaltam azt, hogy ezek a mindenféle krikszrakszok, ezek nagyon fontos formák. Tehát az ember legfontosabb formái vannak jelen már a barlangi művészetben. Arra is rájöttem nagyon hamar, hogy a formák között logikai, feszes logikai kapcsolat is van. Hogy egyik forma a másikból következik, és az összetettebb formákban is jelen van mindig a indító alak. Abból az által ragozódik és változik. Éreztem, bizonyítani nem tudtam, ma se tudom bizonyítani, de most már azért több mindennel beláthatóvá én tudom tenni, hogy ezek az ős formák, ezek nem kitalált formák, ezek az emberrel születnek, alapkódok, ősképek, archetípusok, ahogy mondjunk ezeket. Két hétnél többet én nem töltöttem a szanatóriumban, nagyon hamar megkezdődött a tisztulás. Ez hozzájárult feleségemnek, lányomnak a szeretete is, akik állandóan, amikor tehették, ott voltak velem. Szóval az ő hitük meg imádságuk, biztos vagyok benne. Hihetetlen hamar én talpra álltam, és amikor talpra álltam, akkor ott volt ez az eszköz. Ugyanolyan szenvedéllyel és hévvel dolgoztam a logikai moda segítségével, mint hogy a festészetet kezdtem el, se éjjel, se nappal nem kimértem, hogy ebben előre haladjak, és egyik meglepetés a másik után ér. Természetesen barátok szerveződtek körém, és nem egyedül csináltam. Olyan elméleti matematikusok, mint Nagy Dénes, aki az Egyesült Államokban tanít, vagy Váci Pál mérnök, vagy Ferenc Csaba mérnök felesége, Árkos Ilona, aki elméleti matematikus, nem utolsó sorban Pap Gábor, aki művészettörténész. Szóval rögtön egy kupac ember oda szerveződött ehhez a modellhez, mert több volt, mint izgalmas. Különösen azért volt több, mint izgalmas, mert rögtön analógiásan én kezdtem el gondolkozni. Ez az analógiás gondolkodás pedig azért indulhatott bennem, valósulhatott általam, mert vissza tudtam gondolni a gyerekkoromra, a pankaszi gyerekkoromra, a paraszti családra. Tudjuk, azok a formák, amelyek meghatározott logikai rendben jelen voltak az ember ősi műveltségében, amivel modellezte az ember a világot, mert hiszen modelleznie kell az embernek a világot, azok a formák az én pankaszi környezetemben is megvoltak. A gyerek ugyanazokat a formákat, és ugyanazt a forma rendet, nem csak formákat valósítja meg, ami barlangi környezetben jelen van, ott is már szervezi, rendezi a ember életét, ami jelen van a paraszti környezetben, szinte mai napig megtartott ezt a paraszti környezet, és minden gyerek ezzel az alapadottsággal születik a világra, és a gyerek se csak rajzol, verbalizálja, elmondja, amit rajzol, ugyancsak analógiás szöveggel, mint ahogy a paraszt életben analógiásan jelenkezik az a szöveg is, ami szerkezetében azonos a formákkal, és a gyerek is rítus tesz, amikor valamit rajzol, főleg ha valamit épít. Mégpedig olyan rítus tesz, amit nem a felnőttől tanul. Tehát van valami, ami örök,
a világba, arra a szellemiségre kell odafigyelni, ami eredendő benne, ami vele született, ami lehetőségét adja annak, hogy az ember akármilyen körülmények között is természetesen, optimális módon természetesen viselkedjék, ergo ne életellenes legyen cselekvése mindaz, amit képvisel, hanem az élet megtartását szolgálja, szó legteljesebb értelmében szolgálja. Attól kezdve ez lett az életem. A gyerek bárhol is születik a világra, tehát születhet Óceániában, vagy Dél-Afrikában, vagy dél-amerikai törzsi közösségbe, de születhet New Yorkban, vagy akár itt Budapesten is, ugyanazokat az alapformákat rajzolja, gyomja ki magából. Eliade és Várkonyi is a felnőtt társadalmat vizsgálja most. Ebből leveszi a koronát. Mert ennek a társadalomnak a koronája a gyerek. Tehát az a friss, tiszta üzenet, ami vele általa érkezik a világra. A legdeformabb környezetben is, ha úgy tetszik, a legtisztább, legtermészetesebb, legösszetettebb analógiás tudással, idézőjelbe, mögöttes, tehát lelki tudással a gyerek rendelkezik. 7 esztendős koráig a gyereknek nem szabadna témát adni, bűn. A felnőtt jóval kevesebbet tud már a világból, mint amit a gyerek tud. A gyerek nagyon közel van az elküldőhöz, a fényhez, a régiek ezt úgy mondták, Istenhez, az ő bölcsessége működik benne. Nem a gyerek találja ezt ki, hiszen nyíladozó értelme erre még alkalmatlan, a gyerek csak hagyja, hogy vezessék a kezét. Benne vele a teremtő bölcsessége valósul, és összetett. Lerajzolja a gyerek a kört és a keresztet. Na, ha eddig nem állt volna el a lélegzetem, itt eláll az ember lélegzete. Itt a két legoptimálisabb formát rajzolja a gyerek egybe. Ezen tényleg érdemes gondolkodni. Kezdettől fogva jelen van az ember világában. Kezdettől fogva ez a két forma adta lehetőségét annak, hogy az ember, mivel kötelező, nem társadalmilag, hanem kozmikusan modelezi a világot. Ha ez a forma nem lenne, az ember nem tudná modelezni a világot, az ember nem tudna tájékozódni, nem tudna tájolódni, az ember nem tudna illeszkedni a mindenség rendszerébe. És ezt a formát se találta ki soha az ember. Ajándékba kapta. A matematikai logika, a Boole logika egész pontosan, alkalmát adta annak, hogy négyzetrázsban fekete és fehér mezőket mozgassak, és a fekete-fehér mezőknek a mozgatása az logikai sorát adta a vizuális jeleknek, formáknak. Egész pontosan a fekete négyzet, illetve a fehér négyzethálóban a fekete formarend. Nagyon fontos volt számomra az a fölismerés, ami a régember gondolkodásában természetes volt, hogy soha semmi, semmikor nem ismétli önmagát. Tehát a modell kialakításánál ezt alapfeltételnek vettem. Mind a régi társadalmi rendben, amelyik tökéletesen, optimálisan modellezte a világot, mind a bennünket körbevevő világban, aminek része volt valamikor a ember, a legkisebb változtatás elve érvényesül. Drasztikus, nagy átváltozások nincsenek, mert azok az életet, a létet veszélyeztetik. Ez a kitalapvetétel valósult a modellnél, már az első lépésben, de a tagoltabb rendszerekben is, hogy ismétlés nélkül permutációval szerveződjenek a négyzethálóban formák, amelyeket én jeleknek nevezek, és a legkisebb változtatás elve érvényesüljön. Az így létrehozott modell alkalmát adta annak, hogy
Én a 20. század embere, aki értelmiségi gondolkodó.